Itt állunk a Revicki utcában, itt kezdődnek a munkálatok, amelyek annak a beruházásnak, annak a projektnek a részei együtt a Kossuth Lajos és a Kert utcában, illetve a Szél utcában egy csomópont megújításával, amelyekre Budakeszi önkormányzata 150 millió forint kormányzati pénzt nyert el még az elmúlt év végén. Hát ugye most itt a tavasz, most kezdődnek ezek a munkák, de ez nem csak itt Budakeszin, hanem ugyanígy Zsámbékon és több településen vannak hasonló munkálatok, például Nagykovácsiban is, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez annak a 80 milliárd forintos keretösszegnek a része, abból származik, amit Pest megyei képviselőkként, így jó magam is, kiharcoltunk a megye számára a hátrányos régió besorolás miatt. És azt hiszem, hogy így a választások előtt néhány nappal azért érdemes erre mindig felhívni a figyelmet, hiszen derék ellenlábasaim rendszeresen az a vádornak, hogy semmit sem tettem a választókerületért. Kétségtelen, hogy ők ezeket nem ismerik, hiszen a választókerületnek az ügyeiről kevés fogalmuk van. És ha már közlekedés, azért azt is tegyük hozzá, hogy ezt a vádat is többször megkapom, vagy autópálya használati díj, azt el kell törölni. Nagyon vigyáznék ezzel a helyükben, hiszen egy 5000 forintos helyet újra 42000 forintos matricára kényszeríteni az embereket, ez pont itt Budakeszin rettenetes következményekkel járna, hiszen a Zsámbéki medence teljes forgalma, ami ma az autópályán megy, az visszakerülne ide, akkor az amúgy is nehéz közlekedési helyzet még rosszabb lenne. Ez semmiképpen nem jó irány. Úgyhogy én továbbra is dolgozom, remélem, hogy dolgozni is fogok, dolgozhatok a budakesziekért, az itt élőkért, az egész választókerületért. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy menjen el szavazni, és támogasson ebben.